Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok. Ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal egy különleges kötésű, szép mintát nézünk meg. A kötés előtt vezetett fonalszakaszokból látszik, hogy átemelt szemekkel lesz dolgunk, de egy kicsit másként. A minta egység 5 szem, és ehhez csak a 2 szélszemet kell hozzáadnunk. Ebben az esetben, ahol 6 minta egységet kötöttem, ez azt jelenti, hogy 6x5 plusz 2, 32 szem van a tűn. Magasságban 4 sort kötünk majd. Nézzük az első sort, mintha közvetlenül a szemfelszedés sora után lennénk. Az első szélszemet mindig simán átemelem, az utolsót pedig fordítottan kötöm majd. Szélszem. Kötünk egy sima szemet. A következő 3 szemet pedig kötés nélkül átemeljük, úgy, hogy a fonal elől lesz. Fonal elől tehát, úgy szúrunk a szembe, mintha fordítottan kötnénk, de nem kötjük, csak átemeljük, miközben a fonal elől van. 1, 2, 3 szemet emelünk így át. Ezt egy sima szem követi. Ez egy 5 szemből álló mintaegység. Ezt fogjuk végig ismételni. Egy sima, 3 szemet átemelünk kötés nélkül fonal elől. Egy sima. Újra, sima, 3 szemet átemelünk fonal elől, egy sima. Újra, sima, 3 szemet átemelünk fonal elől, sima. Sima, 3 szemet átemelünk fonal elől, sima. Sima. 3 szemet átemelünk fonal elől, sima, szélszem. Ez volt az első sor. Második sor következik, szélszem. Kötünk egy fordított szemet, és az előző sorban átemelt szemeket továbbra is átemeljük, miközben a fonal hátul lesz. 1, 2, 3 szemet átemelünk fonal hátul, egy fordított. Ezt az 5 szemet ismételjük végig. Fordított, 3 szemet átemelünk fonal hátul, fordított. Újra, fordított, 3 szemet átemelünk fonal hátul, fordított. Fordított, 3 szemet átemelünk fonal hátul, fordított. Szélszem. Ez volt a második sor. A harmadik sor következik, szélszem. Kötünk egy sima szemet, majd a 2 átemelt fonalszakaszt feltesszük a tűre, és így simán összekötjük hátsó szálból. Ezt követi egy sima szem, majd a következő 2 szemet simán összekötjük. És még egy sima szemünk van. Ezt fogjuk ismételni. Egy sima szem, a 2 fonalszakaszt a tűre tesszük, és simán összekötjük. Egy sima, következő 2 szemet simán összekötjük. Egy sima. Újra, egy sima. 2 fonalszakaszt simán összekötjük, egy sima, 2 simát,
Két szemet simán összekötünk, egy sima. Egy sima, két fonalszakaszt simán összekötjük, egy sima. Két szemet simán összekötünk, egy sima. Egy sima, a két fonalszakaszt simán összekötjük, egy sima. Két szemet simán összekötünk, egy sima. Még egyszer, egy sima, két fonalszakaszt. Simán összekötjük, egy sima. Két szemet simán összekötünk, egy sima szélszem. Ez volt a harmadik sor. A negyedik sor következik, szélszem. Egy sima, három fordított, egy sima. Ezt fogjuk ismételni. Egy sima, három fordított, egy sima. Egy sima, három fordított, egy sima, egy sima. Három fordított, egy sima. Utoljára egy sima, három fordított, egy sima, szélszem. Ez volt a negyedik sor. Ezzel a négy sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt eddig már megtette. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek.